lehet egy pici gáz. Igen, és az első utcán jobbra menjünk. Jelezhet, és itt lesz az első utca, látod? Legyél az ékokló fékkiszállítva, be kell forgatnod, látod? Forgass be, nincs gyalogos, forgat. Pici, nagyon pici gáz, és figyelj, ott látod a táblát? Vissza kell nézned. Igen, és jobbra menjünk, tehát az irány az. Nézd vissza még egyszer, mert tiszta, ezt jegyez meg ide, ritkán járunk, jó? De mivel most kezdtünk veled, így bejáratósnak jó lesz. De most egy olyan, gyerünk megy a gáz, most egy olyan helyre hoztalak, mert a káros, ahol ugye rámentél egy védett útra, jó? És ugye a maci sajt az mutatta, hogy nem nézel vissza, és egyébként vizsgóútvonal is van erre. A múlt héten pont ezt hoztam. Egy kis bevezető vizsgáló. Jó, kicsit mentél van a váltra, mondanám, hogy... És jobbra fogunk kanyarodni. Most viszont megint más a helyzet, mert van egy kötelező megállásod, látod? Kezdj el fékezni, és 1000-nél nyomd a kuplungot, de ma ott is vagy, látod? Igen, ilyenkor tedd vissza kezded a váltóról, a kormányra, és először megállod, tiszta. Először megállsz, és most már mehet az egyes, és utána a röpke gázzal indulunk is, jó? Mehetünk. Pici gáz, csorgasd, azaz. Nagyon, nagyon jó, sokat ne hagyd neki, nézzél szét. Ívre teszed? Jó. Jaj, jaj, szép az ív, gyönyörű, na ezt valaki meg tudja csinálni, ez tetszett nagyon. Kettő. Így van. Tudom, hogy stop táblád van, de így ez. És megint jobbra menjünk, jó? Jó. Ez az. Kezdőknek ez a bejáratott útvonal, van pici fék. És akkor nyitjuk a figyelmedet folyamatosan, és nem viszlek vele a dzsungelbe. Először egyes, ha megálltál. És utána nézelősz, de csak az zebráig csorog előre, jó? Hogy az zebrán nem állhatsz meg. Mehetünk is, nem? Nézd szét! Aha, rá tudsz mozdulni. Nézd el, és mehetünk. Ívre is figyelj, látod, most egy picit szögletesebben mész. Ez az elzárt része nem állhatsz meg, különösen veszélyes helyen, pontosabban kettes, látod? Jó, és megint jobbra megyünk. És most figyeld, most meg lámpánál megyünk jobbra, jó? Próbálj fölérni, igen. Jó szarít az út, mi? Hátsa, ennyi. Tedd ki a jelzőt, és meg kell állni. Ez pici fék. Nagyon jó. Ilyenkor még ha megálltál, akkor tett. Ott a kolléga, ő integetett, ugye? Igen. Kitesszük üresbe. Kopunk fel. Ezt majd szokjad, hogy amíg piros a lámpa, mindig fel a kopunk. Most itt nincs segítséged, viszont elfogytak jobbról az autók, lassan mi jövünk, jó? Úgyhogy kézi finoman az egyes. Most kicsit csaljunk, hogy ne tartsuk fel a sort, jó? Kopunk be. Nagyon nehéz. Ne nézzetem a kamerátomon. Ne foglalkozom, téged vesz. Igen, és ha látod, hogy sárga, akkor keresed a fogáspontot pici gázzal, igen. Gyere! Azaz, nagyon jó. És hol nézel vissza? Ide mellém. Mert hogy zöld a gyalogosnak, látod? És itt egy gyalogos leszaladhat, biciklis, rolleres, gyerek, bárki. Tűz, és kettő. Na jó volt, Gödöllő, mehetünk haza. Ilyen szép járás van a lánynak, nézzel? Neked van barátnőd, nem? Ne nézegessen. Hát én szoktam. Nézni lehet, igaz? Nekem szerencsémre olyan, hogy ha TikTokon lát egy jó műtet. Na megmutatja, helyes. Figyeld az ebrát, jó? Gyerekek lehetnek, mert iskola van. Jó, néni még talán messze volt, látod? De nem is erre jött. Jó van, mehetünk. És akkor kitalad, merre megyünk? Kicsi gázt adj még neki. Ha merre megyünk? Nem, mert akkor hazafelé mennénk tényleg. Vedd vissza a gázt, és megint jobbra megyünk, látod? És akkor egy ilyen nagy tömböt bejárunk. Itt kezdtük az előbb, emlész, onnan jöttél szemből. Jó, a kettes, visszanézel a vállamhoz, hogy van egy gyalogos ide, látod, mert jobbra mész, és leköveted az ívet kegyetlenül. Kövess le, mert ott van az áruvonal. Most forgatott be. Nagyon, azért látom, figyelsz a hátsó kerékre, igaz? Igen. És ugye milyen szűk volt? Igen. Na, vizsgál az egyik út, hogy az előbb mondtam, erre jött. Tehát kijössz, mintha jönnél haza Isaszeg felé, vagy Szecső felé, ide behet a gáz, behozlak, és akkor elmegyünk jobbra, és akkor ezt a háztömböt megkelled, és folytatjuk a vizsgaútvonalat. De bemelegítésnek meg tök jó, hogy addig egy kicsit az izgalomot marad, nem? Vagy eltűnik pontosabban. Jó, dízellel itt szoktuk kettesbe hagyni tényleg, mert nem nagyon bírja itt az emelkedőn a hármast. Ezt egyébként majd legközelebb felválthatod, jó? És megint jobbra menjünk, légy szíves. Jó, oldal távolság megvan körülbelül, igen. És vedd vissza a gázt, és megint az első lehetőségnél. Jó, visszanézel, és a kanyar csúcspontra egy pici gáz, hogy ne fullagd be, ez az. Nagyon jó. És ott, ez az. És ott jön az autó, már nyomod is a kuplungot, binduli fék. Jó, nem kell megállni, nézz vissza. És én azt is már nem megy, akkor nagyon jó. Profi, professzionál. Ugye, hogy nem is olyan nehéz? Iszonyatosan fáj a fejbe van melegbe. Ez a kávé szerintem mikor nem jó ötlet, nem? Ez az, és megy a hármas gáz. Ez az.
sokat kávézik. Én csak, ez most csak a második. És te megfogadtad a tanácsot, iszogatod? Nem, egyébként ezt a rendes kávét szoktam nagyon. Egyébként a rendes főzött kávé, ez tényleg nagyon fincsi, ugye ezt mellőznek állatmódon. Vedd vissza, ez az, jobbra menjünk. Kuplószalad. 1000 név, nagyon jó, láttam, hogy fékkel kezdtél. És így van, egy picit mindig átlózol, egyenesít, ez nagyon jó. Egyébként jó kezelni ezt a kis kocsit, nem? Nem is olyan kicsi, egyes, megint durzsológáz, csalogatom. Nagyon jó. Pont ennyi kell, csak ne kap följebb a kuplót. Igen, ez az. Jó, nagyon szép az így, megint ismételtem. És mehet a kettő. Így van. Hát most már ez neked uncsi, úgyhogy elmegyünk majd balra. Jó, kuplunk szalad. Most nem sorolunk teljesen az árvonal mellé, hogy ki tudjanak kerülni. Látod, illetve a fehér autót ki tudják kerülni. Ez az. Megint meg kell állni. És meddig csorgatod előre az ebráig? Csorogj előre. Ezek ma se dolgoznak. Nézd meg, hallod, 13 óra 10 is csúcsforgalom Gödöllőn. Ez az, innen be is látsz, látod? Igen. Jó? És nézd meg, ahova nézel, mindenhol autók. Nagyon, én nagyon mérges vagyok, és szidjuk a kormány gyerekek, komolyan mondom. És ki dolgozik? Ki teremti meg a nyugdíjakat? Na menjünk, senki, csorogjunk. Mert ide ér balról is a sor a végén. Hát jobbról rengetegen jöttek most, igaz? Egy nagyon picit kisebb gáz. Ez az. Mikor elkezdtem itt kamerázni, képzeld el, lehet a kettes, igen. Hallod, olyan unalmas volt, hogy szinte csak mi voltunk itt kora délután, tudod? Igen. Tehát majd nézd vissza. Tehát alig volt autó, majd a gáz. Most mindegy, mikor jövünk. Tűz. A gödöllőek is egyet értenek szerintem. Figyelj csak, mindig a váltás volt egy picit előbb engedtem a gázt. És hogy belombosodtak a fák, figyeld, igaz? Nyárfáról ez a pillanat. Ez valaki allergiás rá, igen. Nálunk ráadásul én az Erdő utolsó utcában lakom, tudod, ott a állomás után. Iszonyat sok nyárf van az erdőben. Egész utva, tele van. Jó, visszamehet a gáz egy picit. Ha előznek, mert úgy gondolom, hogy egy pici gázzal, ha előznek, csak akkor vedd vissza a gázt, hogyha kanyarjon. Ha nagyon határon vagy a sebességgel, illetve szemből érkeznek, jó? Tehát ha megszorulod, figyeld az ebrát. Ha lehet, mindig mondd, hogy nincs senki, nagyon jó mehet. Illetve akkor mondd, ha nincs senki. Mert akkor látom, hogy észreveszed az ebrát, igaz? Egyébként mindig jelzi a veszélytérző tábla, látod? Lakottatom belül 50-100 méteren belül, ott van a csapat, fékezel, utána megy a kuplunk. Teljesen nyomra, és ha lehet, a sárga strapozást szabadon hagyjuk, jó? Ez az, bevárják egymást, igen, és mehet az egyes. És az utolsó, ne várd meg, hogy ide érjen, már mozdulsz rá, látod? Igen, gyere lassan a kuplunggal, picit gáz, hogy ezzel kisebb gáz. Csak látod, nem mozdultál rájuk, nem baj. Így nem vagyunk elég folyékonyak, remélem érted. Igen. Szerencsére nincs fogadtunk most senki, és mehet is a kettős. De nem kell izgulni, mert első Gödöllő. Merre akarsz menni, jobbra vagy balra válasz? Akkor jobbra menjünk. Zöld a lámpa, jelzés fölfelé, használd ki, hogy zöld, húz ki, nézd vissza ide a vállamhoz, ide. És próbálj átérni, tehát picit én megnyomnám a gázt neki. Azaz. Most visszaveszed a gázt, és mivel nyilas zöld, senkit nem kell engedni, se kuplunk, semmi nem kell, csak ragd az ívre. Nagyon jól csinálod, hogy a gáz viszont elveszed a kanyar előtt, ez nagyon tetszik. Tehát a kanyarba se tekerjél biciklivel, hanem muszáj, és ma megy is a hármas. Na és akkor figyelj, mostantól kezdve erről még sose beszéltünk, nézd meg azt a táblát, látod melyik sáv megy egyenesen? Mindig az egyenes irányt kerest, ha nem szólok. Mit kell csinálnod? Nagyon jó. Nagyon jó, így van. Látod, ez a legfontosabb tábla egyébként, ha idegen városba vezetsz, hogy melyik sávból merre tudsz tovább haladni. Ugye érdemes GPS-t használni, de a tábla nagyon sokat segít, és előre látod, hogy merre tudsz majd menni. Tehát vele vigyél majd ide engem vizsgálni jobbra, jó? Jó, még ezt egy spárc úgyis el fogod rontani, de ha nem, annak csak örülök. Hello! Egy nagyon picit tarts jobbra, pici gáz, hát a szerencséd van, és na ez a motoros már is fért melletted, látod? És menjünk most egyenesen, oké, főnök? Jó szal lesz az út, de... Eddig milyen nagyon nehéz? Neked van elsőbséget. Szétnézünk, bal jobb, bal, mehet a gáz. Jaj! A Szűz Mária édesanyám!
Most van, nincs. Nem adja vissza a kamera, de itt elélvezünk az ülésbe a gödrökön, nem? Látod az kék táblát? Igen. Jó, és a következőt? Igen. Azt is látod? Oké. Okay. Jó. Jó van főnök, és ez is vizsgálna útvonal. Most a Kitty, aki vizsgázott nekem tegnap, az pont ezt húzta, erre jöttünk igen. Vizsgálni, igen. Mert a gáz. Erre is bementünk a belvárosba, és ez volt a... Nagyon jó, köszönöm szépen. És ez volt a levezető, hogy itt még el kellett menni az Arany János utcába, és onnan visszafordultunk a... Jó Istenem! Szégyen gyalázott, hogy ez a hármas számú főútunk, hogy hogy esik ki a futómű? Az pont nem. Szóljál, basszus, annyira kátyukat nézem. Jó, ott a jön ki a furgonod, balra kanyarodunk, jó? Egyébként ez a Coop tábla segít mindig, jelezhetsz a Csolas utca. Ugye, mert valójukban nem lehet észrevenni, vedd vissza a gázt. De viszont onnan tudod, és viszont onnan tudod, hogy megismétlik az előző tilos táblát. Látod, húzd a kettest. Általában kereszteződés. Ezt ki szokták tenni még egyszer. Ez a szép nép, meg ugye a főút tábla is ott segít. Mondjuk azt, hogy a főút, igen, gyere a kuplóra. Oké, gyalogos, ha lett volna, elengednénk, mert te fordulsz rá az ő útjára. Jó. Nem hozlak direkt ilyen szar utcákba, de ez van. Annyira szerencsém, hogy erre jártam volna. Tényleg? Két-három utcával arra. Komolyan? Itt Gödöllő City. Ez a Sólyom Daru Kft. Aha. Annak a saját házát. Jó. Látom a... Te is látod, ugye? De nincs rajta senki, úgyhogy nyomhatod neki. Jó? Ez egy jó belátható azért is. Itt jó, igen. Hármas igazi felváltunk. Ez az. Még egy kicsi gáz. Az emelkedő miatt. Még egy pici. Most elengeded a gázt, és úgy váltsunk. Ez az. Nehéz vezetni az autót? Nem. Jön a kupló, megy a gáz. Ha egy picit is elgondolkodsz rajta, hogy kell-e jelezni, belógja az autó, akkor inkább jelez. Én ezt lehet, hogy jelezném. Balra, igen. Vonalig elmész, csak mindig néz oldalra. Szépek ezek a fák. De hallod, hogy ezt kivel fizettetem ki, hogy a hátam és a kocsim tönkre megy, hallod ilyen utakon? Komolyan kérdezem. Hát, pedig az egészségemet, azt, nem, az egészségemet azt az baj, nem tudják visszaadni, tudod. Csigolyáj, vigy össze lapulnak. Kár keletkezik benne, nem? 30, igen, húz vissza akkor... kettőbe. Igen, nem kapkodom. Hát kellene. Jó, és lassan gyere fel a kuplóba. Igen. És balra kanyarodjuk, jó? Kinek van elsőség? Neked. Nem, neked, csak a szembe lévőt kell elengedned. Látod? Szépen megy az egyes, nyomik fogig a kuplóba, törik, igen, és vársz is. Azt, ne kapkodj, gyalogos lenne, elengednéd. Egy picit ilyen félig benyomott kuplónál erőlteted azt az egyest, jó? Ne kapkodj, és megy a kettes. Ha megnézed, még csak egy dudaszó sem volt, jó? Tehát nem kell rohannod. De amúgy nem csod rosszul. Még lassúak vagyunk, de ezeken az utakban most nem is kérek többet. Érzed? Igen. És szentesen fölüt. Igen. Nem olyan kicsik ezen a kötőn. Szégyen gyalázat, komolyan mondom. Legalább egybe marnánk, hallod, tudod? Hát még az is jó. Nézd meg, zuhog az egész utolművön. Istenem. Öreg egy oktató autó. Nem, azóta most nem akarom bántani, mert megbeszéltük itt a kollégával, ha megy a kamera, hanem még kell ilyen szarutat betenni egy vizsgaútvonalba, érted? Ja, igen. Ami a legszarabb, egész Gödöllő legszarabb útja. Ez a fölfelé a hármason is, meg itt lefelé, legközelebb itt hármasig fölváltunk, jó? Jó. Mert ez a kettes sétakocsikázás, ez azért nem való, oké? Okay? Jó van, menjünk most egyenesen, jó? Megfékezett. Mit látnak szemeink? Kuplum szalad? És mi van itt keresztbe? Tedd vissza a kezed a kormányra. Először rájj meg, így van, egyes, és most teszed a kezed. Na, igen, mert hidd el, előbb állt az egyes, nem fogsz megállni. Ezt garantálom. Szétnézünk. Ez egy nehéz hely. Istenem, de van a szoda már. Jó, akkor ne szedjük itt az embereket, mert itt dolgoznak, látod? És már a kettes. Na, itt sokszor balra kell egyébként menni vizsgán, és sokszor szemből is jönnek, és akkor egyszerre három dolgot kell nézni, plusz a kerékpárosok, kegyetlen. Hát itt türelemnek kell lenni, jó? Tehát ha vizsgálni, balra kell fordulni, ha most egyenesen jöttél, és túl sokan jönnek szemből, jobbról, balról, akkor legyél türelem, és lehet, hogy 5 percet várunk, lehet 7 percet, jó? Azzal is van, mert türelmes vagy. Akkor jó. Kibírható amúgy? Igen. Csak a gödrök, nem? A gödrök azok. Nem tudod elintézni valahogy, hogy megcsinálják? Sajnos. Mire vizsgázol? Nincs ilyen valami? Nem, hogyha találkozok, hogy nem is elkezdték csinálni. Grassalkovics Anton utca segítek, ezt bemondod a közútnak, balra megyünk.
hogy valamit tegyenek, mert az oktató itt kordogál egész nap, balra kanyarodjuk. Ennyi stop táblán észrevetted? De jó, mert mindenhol van felirat, ugye, és akkor itt otthon kell megállni, megy az egyes. Ha nem lenne felirat, igen, csorog előrébb, akkor viszont ahol kilát. Sokan azt hiszik, hogy a stop tábla vonalában kell. Lassan csordogálj, mert jobbra-balra be kell nézni, balra-jobbra pontosan. Na, ez jó. És már megint hova hoztál engem? Rossz útra. Szerintem ezt most jól csináltad. Annyi, hogy ahogy eltűnik itt a periférián a vonal, rögtön állj meg. Igen, és akkor pici gáz is csoroghasz. Látom, hogy benéztél jobb, nagyon jól csináltad. Nem mehetsz be jobbra, és mert ez egy egyirányú utca, látod, ott van a behajtatás, és ezért kell stopptábla itt, hogy aki jobbról jön, azt el kell, hogy enged, mert a kettes. Magyarul a jobbról jövő egyirányú utcának van elsőbsége velünk szemben. Jó, rendben van, szép volt amúgy. Hát ezek ilyen kis pihebuva kertvárosi utcák, látod? De bevezetésnek tök jó, hogy kinyisd a figyelmedet, illetve de egy picit esetleg a parátot hagyd tolmáson. És jobbra menjünk. Nem meg, ha egy jó belátható utca lenne, itt kettősbe is kifordulhatnál, fékezd meg, de ez nem jól belátható, úgyhogy itt is a végén egy gyönyörű egyes lesz, kompromisszum szaladhat, pici fék, és mindig a maci sajtnál tedd egyesbe, ez egy aranyszabály, tedd az ívre, és mehet az egyes. Egy van, csinálj meg, mindegy. Ha megállsz, az se baj, ha te így ítéled meg, mert beláthatatlan, jobbra is nézzél be. Mert itt sajnos van, amikor jönnek és látod, nekik akadály van. Azaz ugyanazt a sávot használjuk ketten, vagy a kettes. Visszakapcsoltad az irányjelzőt? Azért, mert hagyjad majd magától visszapattan. Jó, jobbra fogunk most menni. Most viszont beláthat, úgyhogy hagyod kettesbe. Szétnéz, gyalogosra is, kuplunk be, ívre teszed, kuplunk. És egyes, jó? Ha jönnek balról, akkor legközelebb inkább az ebra előtt állj meg, jó? De ez valljuk be, egy kicsit gyorsan jött, meglepő volt, nem? Meglepő és mulatságos. Na, aki volt már Gyömrön, annak ezt tudni kellene, hogy mi a helyzet ezzel a kereszteződéssel. Nézd csak meg. Na, ezzel itt. Na, mi van itt? Milyen utca volt ez fel? Na, nem, kuplunk be. Hát jobbkezes. Hát volt tábla? Nem. Akkor jobbkezes, jó van? Oké, és egyest váltunk. Csorogjunk. Elvileg egy irány utca, látod, balról jöhet mindenki, jobbról meg csak kerékpáros. Pici fék, nem ijedünk meg, és mozdulunk. Pici gáz, nézd el jobbra is, hogy jön a bicikli, és azért 2000-ig ne forgass fel azt a motort, igen, tűz, kettő. Ez az. Nagyon jó, én a kopló vagy a gáz. Rendben van? Na, erre viszont tényleg nincs forgalom. Jó lett ez a könyöklő, hallod, nekem kényelmes, kicsit lehetne alacsonyabb, de... És mit kell csinálnod? Így van, és nézd is oldalra. Nagyon jó. Megmutatja neked a srác, hogy mekkora az oldaltávolságot, tartalmat kell kikapcsolhatod, mert azt hiszik, hogy itt parkolunk. Úgyhogy nem olyan bonyolult? Nem. És jó idő van, ne panaszkodjunk. Nagyon jó. Na, menjen egy kis